Köszöntök mindenkit az 1001 csepp számítástechnikai magazin 6. adásában. A mai napon folytatjuk az előző adásban megkezdett gyors gombok bemutatását, illetve hát talán azoknak, akik már használják a számítógépet, azoknak is tudunk egy-két kis olyan trükköt mutatni, amit még talán nem nagyon használnak. Ez lesz a műsor első részében, a második részben pedig vendégünk lesz Kovács Sándor, vállalkozó, képviselő, az új informatikai, turisztikai városmarketing bizottság elnöke. A pontos nevét majd tőle megkérdezem, mert azt még én nem tudom egészen biztosan. Nézzük akkor tehát tovább, hogy hol hagytuk abba az előző adásban a gyors gombok ismertetését. Elsődlegesen a kontrollgombokat mutattam. Azok közül még egyet nem próbáltunk. És akkor mutatom is. Talán ismerős mindenkinek az a szó, hogy parancsikon. A parancsikon azt jelenti, hogy valamilyen mappához, fájlhoz létrehozunk egy olyan hivatkozást, ami be tudja hívni azt az adott alkalmazást, vagy akár fájt meg tudja nyitni, vagy akár mappát meg tudja nyitni olyan helyről, ahol fizikailag a mappa nincs jelen. Tehát például, ha én azt mondom, hogy mondjuk egy parancsikont akarok ehhez a 6-os számú mappához, akkor ugye kijelölöm, megnyomom az egér jobb gombját, és megtalálom itt lent a parancsikon létrehozását, akkor azt megnyomom, létrejött a parancsikon, és ezt utána áthelyezhetem ide az asztalra, és innentől kezdve, hogyha én ezt a 6-os mappát meg akarnám nyitni, akkor innen az asztalról megtehetném, ugyanúgy, mint ahogy innen megtehetem. Ezt meg tudom tenni egyszerűbben is, és mindjárt utána el is mondom azt, hogy miért jó ez a parancsikon. Tehát megtehetem úgy, hogy elkezdem mozgatni ezt a 6-os számú mappát így az asztal felé, és közben lenyomom a Ctrl Shift billentyűket, és mikor elengedem, már látható, hogy ide már parancsikont helyezett. Tehát úgy történt a folyamat, még egyszer, hogy megfogom azt, amihez parancsinkont akarok mondjuk az asztalon létrehozni, elkezdem mozgatni az asztalra, és közben megnyomom a Ctrl-Shift gombokat. Látszik, először azt írja áthelyezés, ha lenyomom a Ctrl-t másolás, ha hozzá lenyomom a Shift-et is, akkor hivatkozás létrehozása. Hát nem parancsikonnak írják, de ez a hivatkozás létrehozása, ez ezt jelenti. Elengedem az egér gombot, és megjelenik itt a parancsikont. Egyébként miért jók ezek a parancsikonok, és mire jók? Hát az az igazság, hogy az én asztalom, a számítógépen, úgy értem a képernyőt, ugye az asztalom, az általában maximum egy függőleges sornyi fájt, mappát tartalmaz. Én azt szeretem, ha ez üres. Tudni kell azt is, hogy amikor indul a számítógép, akkor azért végigveszi, amik az asztalon vannak, és azokat mind végigpróbálja, tehát kicsit lassulhatnak a dolgok. Ráadásul, ami az asztalon van, arról tudni kell, hogy ez a C-meg hajtóban van, tehát hogyha mondjuk valami meghibásodás történik, akkor az általában a Windows szoftverrel történik, és hát akkor, amik az asztalon voltak, azok elveszhetnek. Na most nekem van az asztalon egy PI nevű parancsikonom, hát ez azt jelenti, hogy parancsikonok, ugyanis a számítógépemen egy másik helyen létrehoztam egy parancsikonok nevű mappát, most ha én ezt megnyitom, akkor az látszik, hogy itt különböző alkalmazásoknak itt vannak az indító parancsikonjai. Tehát nagyon gyorsan el tudom érni az összes ilyen alkalmazást, anélkül, hogy az asztalon kéne őket tárogatnom, vagy szaladgálnom kéne és keresgetni, hogy az most melyik mappában van, melyik lemezen van, stb. Tehát gyorsabban megtalálhatom őket, és mégis hely és időtakarékosak, hogyha a számítógép indítását nézzük. Erre jók tehát a parancsikonok. Ugyanígy itt van a LibreOffice is, ez most nem ebbe a mappába van, hiszen ezt most többet használjuk. Jó, ezt a fát is én elteszem a lomtárba innen. Nézzük tovább a parancsikonok, illetve a parancsikonok után a többi gyors gombnak a használatát. Hát, amit most látunk, az persze nem olyan meglepő, ugye kicsit kisebbre veszem, elhúzom a képernyőt, hogy lássuk. Jó. Azt mondja ugye az Enter gomb. Hát az Enter, azt tudjuk mire való, az egy új bekezdés hoz létre. Például, ha most itt megnézzük, ugye itt van egy szöveg, szándékosan német szöveget választottam, hogy ne vonja el a figyelmemet. Hát most aki tud németül, attól elnézést, azért egy kicsit legfeljebb elvonja, de most ne ezt olvasgassa. Ha ide például egy új bekezdést szerettem volna tenni, akkor ugye lenyomom az Enter gombot, és új bekezdés, ezt mindenki tudja. De mi van akkor, ha én nem új bekezdést szeretnék, hanem csak annyit szeretnék, hogy új sorba kezdődjön ez a szöveg,
De maradjon ugyanaz a bekezdés, és akkor mindjárt mondom, hogy annak milyen előnye van, de hogy ezt hogy tehetem meg. Tehát a Shift-Enter gombot lenyomom, akkor az történt, hogy ugyanúgy új sorba kezdődik, itt a végén viszont, hát sajnos ezt a jelet nem lehet fölnagyítani, ez az Enternek a jele, de valójában nem az Enter leütését jelenti, hanem a Shift-Enter leütését, és azt jelenti, hogy kezdjünk új sort. Mi a különbség? Nézzük meg, ha most ebbe a bekezdésbe állok, és utána azt mondom, hogy legyen középre rendezett a szöveg, akkor ez a teljes szöveg azzal együtt, amelyiket új sorba kezdtük, középre rendezetté válik. Most ha én visszalépek, egészen addig, hogy Enterrel csinálok itt egy új sort, és bent vagyok ebbe a bekezdésbe, középre rendezetté teszem, látszik, hogy külön kezeli ezt a kettőt, hiszen ez is egy bekezdés, ez is egy bekezdés, és a különböző rendezések, tehát a különböző igazítások, a jobbra-balra, a középre sor kizárt, azok mind bekezdés szintű parancsok. Tehát, hogyha szeretném a bekezdéseket egybetartani, de mégis szeretnék új sort, akkor használjuk a Shift-Enter gombot. Jó. A következő, ami egy érdekesség, itt a LibreOffice-ben van egy-két kis kombináció, ami egyszerűsítheti az életünket. Igen, gyakran van olyan, hogy nem kötőjelet szeretnénk írni, hanem gondolatjelet. Mondjuk egy kis megjegyzés gondolatjelek közé tesszük, vagy ugye éppen egy pár beszédet írunk le, akkor gondolatjeleket használunk. A gondolatjelet azt tudjuk, hogy hol tudjuk leütni, leütjük a jelet, vagyis a kötőjelet azt tudjuk, hol tudjuk leütni, beírjuk, és itt látható a kötőjel. Egy picit talán nagyítok a szövegen, hogy még jobban lehessen ezt látni. Igen. Tehát itt látjuk akkor a kötőjelet. Hogyha viszont oda gondolatjelet szeretnénk, akkor csak annyi a dolgunk, hogy kétszer ütjük le ezt a kötőjel billentyűt, és utána egy szó közt. És akkor már is ez a két kis kötőjel gondolatjellé változik, tehát a program érzékeli, hogy egészen biztosan nem két kötőjelet akartunk egymás után, ő úgy veszi, hogy gondolatjelet akartunk írni. Vagy pedig előfordulhat olyan, hogy a szövegben valahol, mondjuk például ide, amit én most kijelöltem, ide egy erőteljesebb elválasztójelet szeretnénk tenni, mondjuk például jó lenne egy viszintes vonal. Akkor azt nagyon egyszerűen megtehetjük, nem kell sebeszúrás, semmi más, hanem van a szorzásnál is használt kis csillaggomb, ezt háromszor megnyomom, és utána ütök le egy Entert. És akkor már is egy viszintes vonalat kapunk. Ezeknek a vonalaknak különböző beállításain lehetnek, érdemes egyet kiválasztani, én ezt választottam ki, és utána azt használni, mert nem érdemes túl sokféle variációval dolgozni. Tehát ezek azok, amik ilyen kis trükkök benne. Ugyanakkor most szaladjunk végig azon, hogy hogyan jelölhetjük ki a szövegnek a különböző részeit. Ugye a múlt adásban is említettem már a kurzor lenyomvatartása mellett, vagyis a kontrollgomb lenyomvatartása mellett különböző kijelöléseket végezhetünk, de hogyha valahova beállunk, mondjuk én azt mondom, hogy ezt a kis szövegrészt innen, a DEM-től ki szeretném jelölni mondjuk idáig az UND végéig, akkor azt megtehetem ilyen egérhúzással, akinek biztos a keze, meg jó gyakorlata van, tehát sokat csinált már ilyen kijelölést, akkor az megteheti viszonylag könnyedén. De akinek nem, az is könnyen megteheti, ide áll a kijelölés kezdetéhez, lenyomja a Shift gombot, ugye az az a gomba Shift, amivel nagybetűket is lehet csinálni, a Shift gombot, és utána egyszerűen elmegyünk a kurzorral az UND végéig, rányomunk, és már ki is jelöltük ezt a részt. Így elég könnyedén lehet kijelölni teljesen szabálytalan szövegrészeket is. Ha itt még akarunk egy-két betűt arrébb csúszni, akkor a Shift nyomvatartása mellett, tehát a nagybetű csináló nyomvatartása mellett a kurzor mozgató billentyűk segítségével tudunk lépegetni egyesével karakterenként, illetve ha a föl-le gombot nyomjuk meg, akkor egy sort tudunk ugrani. Ezeket használhatjuk akkor kijelölésre. Van aztán egy nagyon érdekes szolgáltatás, mondjuk az, hogy ezt talán tudja mindenki, de ha nem, akkor most mutatom, ugye a kurzor pozícionálni tudjuk, az egérkurzort, úgyhogy ide-oda kattintunk. Ha azonban egy szón kettőt kattintunk duplán, akkor az kijelöli ezt a szót, hogyha pedig háromat kattintunk egymás után, gyors egymás után, akkor ez egy mondatot jelöl ki. De nem egy sort, egy mondatot.
Ez jó szolgálatot tehet, ha egy-egy mondatot ki akarunk venni, vagy éppen ki akarunk emelni, tehát például azt mondom, hogy legyen ez mostan ugye vastag, akkor ez a mondat már is, és nem kell keresni, automatikusan megtalálja azt a bizonyos mondatvégi pontot. Azért ellenőrizzük, nehogy valami félreértés legyen, de hát ezt egy szempillantás alatt megtehetjük. Utána, hogyha, hát azt az előzőben mutattam, de most még egyszer megmutatom, hogyha a Shift-et és a Control gombot együtt lenyomjuk, és utána a kurzormozgató nyilakkal lépegetünk, akkor ugye szavanként jelölhetjük ki a szöveget, illetve van arra is lehetőségünk, hogy a kontrollgomb lenyomása mellett, tehát lenyomjuk a kontrollgombot, duplán rákattintunk egy szóra, utána elmegyünk, és duplán rákattintunk egy másik szóra, egy harmadikra, és egy negyedikre. Tehát nem egymás melletti szövegrészek kijelölésére is van lehetőség, a kontrollgomb lenyomva tartása mellett. Hát ez azért jó, mert ha ezeket akarjuk valamilyen okból mondjuk azonos módon formázni, akkor ezt már is megtehetjük, mondjuk én most aláhúztam őket például és szövegrészbe, és nem kell külön-külön mindegyiket bejelölgetni, hanem így ezt egy lépésben megtehetem. Általában is a kontrollgomb lenyomva tartása mellett sok hasonló dolgot végezhetünk el. Itt most nem sok, éppen csak belekóstolni van időnk ezekbe a parancsokba, úgyhogy most szaladok is tovább, és mutatok valami mást. Például azt, hogy az Alt gombot is tudjuk használni ügyesen. Ezek voltak itt nekünk. Hát nem is mondtam mindet el, de most lépjünk át az Alt gombokra. Itt van. Alt és Enter. Az Alt és Enter gomb segítségével azt tudjuk megtenni, hogy például itt vagyunk egy mappában, megnyomom az Alt és az Enter gombot, és megnyílik egy kis ablak, ahol a tulajdonságokat látom. Ez ugyanaz az ablak, ami akkor nyílik meg, hogyha az adott elemre jobb gombbal ráállunk, és megkeressük itt az alján a tulajdonságok menüpontot. Hát ezt az Alt Enter egyszerre történő megnyomásával azonnal megtehetjük, bármilyen fájra, mappára rákattinthatunk így. Aztán van az Altnak még egy érdekes tulajdonsága, mondjuk itt vagyunk a böngészőben, most keresünk valami újat, egy másik böngészőt indítok, egy másik lapot, ahol van egy kis, és akkor mondjuk többet lépegettünk, mondjuk megnyitjuk szintén ezt az oldalt, nyitva van egy másik oldal, és ja igen, hát itt az internetre kellene föllépni. Mindegy, az Alt és a jobbra-balra kurzormozgató gombokkal tudunk lépegetni a böngészőben a korábban és előbb megnyitott oldalak között. Most ugyanaz jelenik meg, ezt majd megmutatom későbbi alkalommal. Viszont nézzük akkor a többit. Mondjuk a Print Screen nevű gomb, amit a legtöbben ismernek, mit is csinál? Ugye a Print Screen megnyomásával az történik, hogy a képernyő tartalma a vágólapra másolódik. Mit jelent az, hogy a vágólapra másolódik? Az, hogy eltette, és képes valahova beilleszteni. Én most megnyitok itt egy új szövegszerkesztő ablakot, és utána megnyomom a Ctrl-V gombot, amit az előző adásban emlegettem. Így most a képernyő képét azonnal ide tudtuk másolni a szövegünkbe. De hogyha nekünk nincs szükségünk az egész képernyő képre, csak mondjuk például ennek az ablaknak, akkor megtehetjük azt, hogy az Alt Print Screen gombot nyomjuk meg, tehát lenyomjuk az Alt billentyűt és a Print Screen-t is, kicsit érdekesen tudom kimondani, és lemegyünk mondjuk ez alá az ablak alá, ami be lett illeszve a kép alá, és itt nyomom meg a Ctrl-V gombot, akkor most láthatjuk, hogy az adott alkalmazásnak az ablakát másoltuk csak be. Nem az egész képernyőt, csak azt, amit ez a kis alkalmazás tartalmaz, tehát ezt az ablakot. Tehát a Print Screen az a teljes képernyőtartalom, és az Alt Print Screen, az pedig, itt van, igen, az pedig az ablak, az alkalmazás ablaka. Hát a tabbal, azzal a szövegben tudunk ugrani előre beállított értékeket, erről majd többet akkor, amikor tabulátorokról beszélünk. Itt látszik, hogy fönt a vonalzónál be vannak jelölve ilyen kis jelek, és ezekhez a jelekhez ugrik, ez az alaptabulátor lépés, és ha visszafelé akarunk menni, akkor ugye a shiftekkel, vagy a visszanyíllel tudunk lépegetni.
A másik, hogyha, hát ez egy érdekes dolog, sokszor problémát jelentett az, hogyha mondjuk a CD-olvasóba egy lemezt berakunk, akkor rögtön elindul a gyorsindítás, és már is hívja be a lemez tartalmát, de mi nem szeretnénk, mi a lemez tartalomjegyzékét szeretnénk látni, akkor, hogyha a lemez berakása közben a shift gombot nyomva tartjuk, akkor nem indul el ez nem indul el azonnal a lemez lejátszása. A Windows billentyűről, amit ott az előbb mutatott, itt, amikor mutattam a billentyűzetnek a képét, egyébként most visszahozom, ugye ezekről beszéltem most, a Control, az Al, itt a Shift billentyű, és ez itt például a Windows billentyűnek nevezett dolog. Ha ezt lenyomjuk, akkor följön a Start menü. Hát ezt erre lehet használni gyorsan. Aztán még egyet megmutatok, egy ilyen billentyű kombinációt. Régebben a Ctrl, Alt, Del gombok voltak azok, amelyek a feladatkezelőt hozták elő. Most, ha ezt a Ctrl, Alt, Del kombinációt nyomom meg, akkor egy nagyobb választék jelenik meg, ahol zárolni, felhasználót váltani, stb. És hát indítani lehet a feladatkezelőt is. De hogyha én alapból a feladatkezelőt szeretném indítani, akkor már nem ezt a Ctrl, Alt, Del gombot, ami már elhíresült a Windows-zal kapcsolatban, hanem a Ctrl, Shift, Escape gombot kell megnyomni. Ctrl, Shift, Escape, és akkor azonnal a feladatkezelő nyílik meg, ahogy itt látjuk, és hát itt most egy dolog fut, egy felhasználó van bejelentkezve, alkalmazások közül pedig itt mutatja, hogy miket futtathatunk. Itt, hogyha valamelyik netán lefagyott, vagy ilyesmi, akkor itt lehet ezeket leállítani, mert kiválasztom, feladat befejezése, gombra kattintok, és akkor bezárodik, nem kell többet várnom rá. Jó, és akkor még két szót a funkció billentyűkről. A funkció billentyűk azok ugye az F jelűek, amelyeket itt látunk a billentyűzetnek az ábráján, amit ugye említettem, a Wikipédiából emeltem ide át, hogy jobban tudjunk tájékozódni. Ugye hát az F1 az a súgó behívása, az F2 az érdekes, az átnevezés, talán ezt kevesebben használják, rajta állunk valamelyiken, megnyomjuk ezt az F2-es funkciógombot, és akkor át tudom nevezni az adott kiválasztott fájlt vagy bármit, azt tudjuk, mit jelent. Az F3 a keresés, ugyanúgy, amit én már mutattam, a Ctrl-F-fel. Az F5, ami még egy nagyon érdekes, az a frissítés. Az azt jelenti, hogyha például egy weboldalnak mindig a legfrissebb oldalát szeretnénk látni, akkor az F5-ös gombot megnyomva újra tölti, és akkor nem a saját, tehát a gép nem a tároló helyéről fogja betölteni ezt az oldalt, hanem az internetről tölti le. Hogy ez még erőteljesebb legyen a parancs, ezt Ctrl-F5-tel is szokták kombinálni, az egész biztos, hogy akkor az internetes helyről tölt le. Jó, még akkor búcsúzóul annyit, hogy a teljes képernyős megjelenítés az általában az F11-es gombbal történik. A kilépést azt lehet az Escape gombbal használni, ami ugye a bal felső sarokban található a számítógépeken. Akkor az első rész és a gyors gombok áttekintése végére értünk. A műsor második része hamarosan kezdődik, akkor várjuk Kovács Sándort, vállalkozót, képviselőt és a legfrissebb bizottságnak az elnökét. Köszönöm most eddigi figyelmüket, és várom önöket vissza. Köszöntöm ismét önöket, köszönöm, hogy itt maradtak velünk. Ahogy ígértem, műsorunk második részében a vendég Kovács Sándor, vállalkozó és egy frissen alakult bizottság, a Turisztikai és Városmarketing Bizottság elnöke, amennyiben én jól tudom. Köszöntelek, akkor jól tudom? Köszöntöm is a TEDx nézőit. Hát az elnök várományosa, ugye az meg lett nevezve, hogy megalakul egy ilyen bizottság, és ennek a polgármester engem kért fel az elnökének. De most 25-én a testületülésen lesz ez véglegesítve. Jó, rendben. Én úgy tudom, hogy két bizottság alakult. Ugye az egyik, ha jól tudom, köznevelési és oktatási, ott Magyarné Nagy Edinát nevezték meg akkor, mint várományos, és a másik pedig az imént említett, ahol téged. Tehát nekem mi indokolta, és most nyilván erről a turisztikai bizottságról beszélünk akkor a továbbiakban, mi indokolja, hogy külön bizottság foglalkozzon ezekkel a témákkal? Hát ugye az elmúlt időszak azért felhozott olyan kérdéseket, ami a városi turisztika, a városmarketing kapcsán előjöttek. Ez egy elég komoly, széles spektrum, amit én úgy gondolom, hogy egy komoly bizottságnak komolyan kell összefogni, hiszen
a városban azért a turizmus nem annyira erős, Paks nem a turizmus fellegvára, viszont rengeteg olyan dolog van, amire lehetne turizmust építeni. Hogy csak egy apró dologról beszéljünk, például a horgászturizmus itt Paks környékén az elenyésző, viszont komoly lehetőségek lennének benne, és sorolhatnám, hiszen azért vannak itt nevezetességek, vannak itt olyan emberek, akik turizmusra alkalmasak és ebbe fektettek. Ezeket nyilván össze kell szedni, értelmes programokkal kell őket, értelmes programokba őket be kell vonni, össze kell fogni őket természetesen, és hát nyilván egy komoly turisztikai tervet kell készíteni az elkövetkezendő évekre, hiszen ez nem egy rövid távú dolog turizmust építeni Pakson. A város rá van állva teljesen az atomerőműre, és szinte másban nem is gondolkodunk. Évek óta azt mondom több fórumon is, hogy ezt az egy lábon állást ezt meg kell szüntetni. Ugye nyilván ebben az egyik a munkahelyteremtés, ami már egy másik téma, és a turizmus az lehet szintén egy olyan láb, amire azért lehet itt ebben a városban hosszú távon tervezni. No, hát a turizmust azt úgy nagyjából mindenki tudja, mit jelent, és a városmarketing szóval pedig igen gyakran találkozunk, nem tudom mennyire tiszta az, hogy mit jelent ez. Szerinted mit akar ez, hogy városmarketing? Hát a városmarketing az én olvasatomban nyilván azt akarja, hogy olyan marketing tevékenységet folytatni, amivel Paks városát minél szélesebb körbe megismertetni. A városmarketing egyébként beletartozik a helyi embereknek a megfelelő tájékoztatása, olyan marketing tevékenység, amivel a rendezvényeket, a különböző eseményeket megmutatjuk, bemutatjuk a városlakóknak, de a városmarketing ugye nyilván egy szélesebb spektrumot ölel fel. Ezt a várost nagyon sokan ismerik Magyarországon, a világban. Mégis, amikor eljön Paksra például hozzánk egy vendégünk, ha fölteszünk neki, hogy mondjon 10 olyan dolgot, ami Paksról az eszébe jut, hát először csak gondolkodik atomerőmű, halászlé, híresebb sportolóink, és ezen kívül sok minden más már nem jön elő. Én úgy gondolom, hogy a városmarketingnek ez is egy fontos szerepe kell, hogy legyen, hogy megmutassuk a sokszínűségünket, megmutassuk azt a sok érdekes vagy érdekesnek tűnő látnivalót, ami ebben a városban van. És hát ugye a turizmus és a marketing azok teljesen kézenfogva kell, hogy járjanak, mert mindegyik a másikkal összefogva működik csak jól. Érdekes tulajdonképpen, amit mondtál, mert ha a város lakóknak tennénk fel azt a kérdést, hogy mi az a 10 alapvető elsőnek eszébe jutó dolog, amit ajánlana másoknak, akik, hogy miért jöjjenek el, valószínűleg azért elgondolkodnának ott is nagyon. Az elsőknél még nem nagyon, de azért az ötödik után már kellene, pedig azért össze tudunk szenni ilyeneket. És hol látod ebben a munkában, ebben a feladatban mondjuk a számítástechnika, az internet, ennek a mai világnak a lehetőségeit, hogy azt hol lehet ebbe bevonni igazából? Hát ugye a mai világban azt mondják, aki nem foglalkozik, vagy nincs számítógép közelben, az mindenről lemarad, hiszen nagyon gyorsan jönnek az információk. Nagyon fontos az emberek életében, hogy azonnal tájékozódjanak. Azt mondják, hogy ha valaki különböző közösségi médiákon nincs, akkor jelen az nem is létezik sajnos, hiszen látjuk, hogy különösen a fiatalok, de ez idősebbeknél is ezek most már egy ilyen nagyon-nagyon napi használatban levő dolog, ahol ugye nagyon sokan kirakják a napi életüknek a történéseit is. Én nem tartozom közéjük nyilván, ez a része annyira nem. De igen, de azt gondolom, amennyire tudom, azért elég aktív használó vagy úgy egyébként. Igen, vagy hát a cégeim nagyon komoly hangsúlyt fektetnek a közösségi médiákra, az internetes megjelenésre, hiszen a brandépítéshez meg elengedhetetlen. Rengeteg embert tudunk elérni. Azt gondolom, hogy viszonylag jó költség hatékonysággal, és hát nagyon fontosak ugye a honlapok, nagyon fontosak azok a megjelenések, amik a céget bemutatják. Mint hogy úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, ahogy a várost bemutatjuk, a város turisztikáját bemutatjuk, ehhez kell ugye a városmarketing és a turizmus kézenfogása. Igen, hát ez mindenképpen igaz, és milyen, hát ugye, mint vállalkozó, nyilvánvaló, ugye közösségi oldalak, meg nyilván gondolom, illetve nem gondolom, most ne legyünk ilyen álszentek, hát tudom természetesen, hogy a vállalkozásaidnak rendes és jól működő és jól kinéző weboldalai vannak, és
akkor valamilyen ilyen ehhez hasonló dolgot képzelsz el a város és a városi turisztika népszerűsítésére is? Igen, hát ugye én úgy gondolom, hogy egy városi honlap, ha már a honlapról beszélünk. Ugye mi a visszatérő egy pillanatra csak a cégekhez, mi a cégeknél a brandépítésben nagyon erősen használtuk az internetet, a honlapokat, ugye a különböző közösségi oldalakat. Nem voltak több 10 vagy 100 millió forintjaink arra, hogy hát ezeket a márkákat felépítsük komoly reklám cégekkel, hanem ezt mind magunk készítettük. Ma már elmondhatjuk büszkén, hogy gyakorlatilag három olyan market tevékenységnek a hozadéka, hogy három olyan márkanév van a tulajdonunkban, ami Magyarországon ismert, de már a határaikon túl is jelentős ismertségre tett szert, és nyilván ezek a termékekkel kapcsolódik. És ezekben akkor ezek szerint ugye nagyon jelentős szerepet játszott az internet. Abszolút nagyon sokat. Nagyon sokat foglalkoztunk vele, és mi arra jöttünk rá például egy honlap készítése vagy tervezése kapcsán, hogy minden egyes szegmest ki kell szolgálni. Minden embert ki kell szolgáljunk ebben, olyat is, aki professzionálisan tudja kezelni az internetet, de azt is, aki éppen most épp a nyugdíjas klubba tanulta meg a számítógép használatát, és a szabad idejében böngészget, és nagyon sok olyan emberrel találkoztunk, aki ott megtalált bennünket, onnan tett javaslatot mondjuk a családtagjainak, hogy ő ezt itt találta, és keresnek bennünket, és ugyanezt gondolom egy városi honlapról is, ugye, mert a bizottsághoz fog tartozni a Paks városi honlap, hogy olyan honlapnak kell lenni, ami közérthető. Gyakorlatilag minden egyes internet fejlettségű ember ki tud szolgálni, mindenki megtalálja rajta azt, amit keres. Egyszerűnek kell lenni, hatékonynak kell lenni, könnyen eligazodhatóvá kell lenni, hogy mindenki nagyon könnyen tudjon rajta keresni. És saját tapasztalatomból tudom, hogyha valamit nagyon sokáig keresek, akkor inkább fogom és más oldalról, vagy máshogy próbálom megtalálni, mert ha nagyon sok időt kell tölteni egy dolognál, az nem jó. A másik ugye nagyon fontos a frissessége ezeknek az oldalaknak, hiszen egy városi honlapnál azt is tudni kell, hogy ha valaki megnézi, az nyilván céllal teszi. Kevesen böngésznek csak úgy, hogy most megnézzük Paksnak a websájtját, azért, mert kíváncsiak vagyunk rá, vagy ezt megteszi egyszer, utána a következő alkalom már biztosan célzottan keres valamit. Frissnek kell lenni, napinak kell lenni, az nem járható út véleményem szerint, hogy egy esemény később kerül fel, akkor kerül fel mondjuk, amikor már régen vége van, és akkor akarunk róla bemutatást tartani, illetve hogy az önkormányzatnál ugye, mint máshol is, vannak változások mondjuk az önkormányzati dolgozóknál, hogy olyan embereknek van még fönt a elérhetőség, aki már adott esetben nem ott dolgozik, vagy nem abban a pozícióban dolgozik. Szóval ezek nagyon-nagyon fontos dolgok az én olvasatomban. Én még egy dolgot tudok és szeretek, hogy én szeretek helyiekkel dolgozni. Mindenben egyébként, nem csak a honlapkészítésben és nem csak az internetes dolgokban, hanem ugye az építőiparban is helyiekkel szeretem elvégeztetni a feladatokat, azért, mert sokkal könnyebben tudunk kommunikálni. Ugye egy-egy e-mail elmarad, elsiklik, éppen nincs időnk, nem foglalkoztunk vele, itt meg azért könnyebben tudunk egymással találkozni, leülni, megbeszélni, adott esetben azok a feladatokat, vagy felmerülő problémákat, amik hát nyilván adódnak, hiszen nincs olyan honlap, amit nem lehetne még jobbá tenni, véleményem szerint. Hát most nyilván előtted nem titok, de úgy most már mások előtt se lesz, akik még nem tudták volna, hogy még mielőtt erről a bizottságról szó esett, akkor már megkezdődött tulajdonképpen a városi honlapnak az átalakításának a tervezése, hogy így mondjam, mert hiszen egyelőre ezekről beszélünk, hát pont azok miatt, amiket te is említettél, hát nyilván ez ügyben majd azért a bizottság az erősen bele fog ebbe folyni ebbe a munkába. Én elnézést, hogy én ugye, mint vállalkozót is kérdeztelek, de hát gondolom ez azért nem egy olyan nagy probléma. A mindennapom része. Így van. És hát ezt azért tartottam fontosnak, mert én azért nagyon sokszor megdöbbenek még most is, hogy vállalkozásoknak vagy nincsen, nem lehet megtalálni, vagy pedig olyan minőségű honlapokat, tehát jelenlétet az interneten, ami nagyon-nagyon gyenge, és a közösségi médiákban pedig nagyon kevesen vesznek részt, attól valahogy tartanak. De ahogy te is mondtad, ugye nem mindegy, hogy mire használjuk. Hát mire használhatja igazából egy vállalkozó?
ezt a közösségi médiát. Most nem mondunk nevet, mert van ilyen is, olyan is, amolyan is, mindegy, hogy melyiket. Persze, így van. Te például, illetve ti, mire használjátok ezt? Hát, ahogy említettem, ugye nyilván mi termelők, gyártók vagyunk, mi szeretnénk a termékeit megismertetni a piacon, és nem csak a magyar piacon, hanem a nagyvilágban. Igen, ez egy fontos dolog, ezt én most bocsánat, hogy közbeszólok, de ez nagyon fontos, hogy sose felejtsük el, hogy az internet az nem ismeri ezeket a földrajzi határokat, hanem úgy szól Amerikának, mint Magyarországnak, bocsánat. Igen. Egyébként az elmúlt években több olyan partnerünk kellett kapcsolat, illetve eljutottunk a szerződésig, sőt a effektív vásárlások is, akik a interneten találtak meg bennünket, ott felfedezték, nézegették a oldalunkat, tetszettek a termékek, megkerestek bennünket, és ma már akár Szerbiában, de mondok egy távolabbit, Új-Zélandról is van szerződésünk, ott még az első résznél tartunk, hogy kiküldtük a mintákat, és reméljük, hogy hamarosan jönnek a megrendelések. Szóval eljutottunk azért a világ számos pontjára, és ha valaki azért nézegeti, foglalkozik a honlapjával, az meg tudja nézni azt, hogy melyik országokból keresik. Mi ezt is meg szoktuk azért nézni, és hát valljuk be, nem csak Európában, hanem a világ számos területéről. Ugye azért a mi cégeink, például a Fabroston, az egész Európában jelen van és ismert, hiszen a tizedik legnagyobb gyártó Európában ebben a szegmensben, és hát ugye nyilván kiállításokra megyünk, egyéb helyeken találkoznak velünk, nagyon sokan után még visszanézegetnek. Ez az egyik. Ugye a másik a közösségi média. Hát a közösségi médián tudjuk elérni a legtöbb embert. Ha újságban vagy egyéb helyen hirdetünk, az nagyon, nagyon drága jelen pillanatban. Egy bizonyos szegmest, egy bizonyos réteget talál csak meg, viszont a közösségi médiákon ott ugye mindenki fent van, az időstől a fiatalig, a szakembertől a nem szakemberig, az is nyilván, akit ez nem érdekel, de azokon a felületeken nagyon-nagyon sok embert meg tudunk szólítani. És hogy ne csak terméket adjunk el, ha például munkatársat keresünk, ott is ma már leginkább itt hirdetünk, mert pillanatok alatt megosztják az emberek el, küldik, ajánlják az ismerőseiknek, és sokkal hamarabb jönnek azok a jelentkezők, akikre mi számítanánk. Ugye nagyon-nagyon sok mindenre használható, a mi cégünk kifejezetten előnyt kovácsol ebből. Mondjuk a városi honlap kapcsán is el kell gondolkodni azon, hogy ezekben a közösségi médiákban is, hanem is az egész honlapnak, de a városnak valamilyen módon és az eseményeinek jelen kell lennie mindenképpen. Mint ahogy bizonyos események, amiket ti is szerveztek, azok jelen is vannak. Ugye szoktam látni a különböző eseményeknek a meghívóit, az új bejegyzéseit, képeit igen, és igen. Egyebeket. Hát a Kristófiam használja ezt leginkább, ugye ő, aki a fesztivál szervezésekkel foglalkozik. Oliver fiam az inkább a termelésben van jelen. Hát akkor hát a már nincs is dolga, nem? Hát nem sok, mert csak icipici napi 14 óra, úgyhogy az már semmi. Hát hogy az egészet még azért egy-két évig még talán össze kell fogni. Gyakorlatilag így van a rendezvényszervezéseknél, a fesztiválok szervezésénél nagyon sokat tud segíteni. Ez is nagyon fontos egyébként, hogy azért olyan posztokat kell feltenni, amik jók, szóval ezt is érezni kell. Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos. Majdnem azt mondhatnám, hogy ez egy szakma igazából, az internetes toborzás, igen, vagy hirdetés, vagy közösségszervezés. Ezt jó kell tudni csinálni, akkor hatásos. Igen. Lehet ezt nagyon rosszul is csinálni, és akkor nem azt az eredményt éri az ember, amit próbáljuk a lehető legjobban csinálni. Hát meg ugye figyelni kell a hatásokat, és akkor így kiderül, van. Hogy amiről jót gondoltunk, az lehet, hogy nem annyira jön, egy másik az így jobban. Van. No, a lényeg akkor az, hogy egyrészt a honlap kapcsán még ha sikerült előre jutni, és esetleg egy új honlap lesz, és ez a műsor is létezik még, akkor majd szerintem egyszer még leülünk, és elmondjuk, hogy sikerült-e megvalósítani azokat a célokat, amiket kitűztetek magatok elé, illetve akkor ezen keresztül, a példádon keresztül bátorítok minden vállalkozót arra, hogy használja az internet lehetőségeit, mert érdemes. Ezzel megköszönném akkor ezt a mai beszélgetést. Hát köszönöm szépen, csak egy mondat, hogy én is bátorítok minden vállalkozót, hogy használja az internetet, és abban bízom, hogy egy olyan városi honlap lesz, vagy pontosan úgy fog megújulni a városi honlap, hogy ez mindenkinek a szájízeire lesz szabva, és mindenki nagyon könnyen és nagyon jól tud rajta keresni, és nagyon jól fog tájékozódni. Én bízom benne, hogy ez így lesz. Akkor annyit, hogy úgy legyen. És köszönöm a meghívást. Nagyon szívesen, és akkor legközelebb is várunk majd.
Önöknek köszönöm a figyelmüket. A következő adásban a konkrét példának a tovább munkálását fogjuk végezni, a receptkészítést, már hogy ugye nem főzőcskézünk, hanem a számítógépen csináljuk meg. És vendégünk lesz Indikné Lengyel Ágnes, a Paksi Járási Hivatal kormányablak osztályának vezetője, és a kormányablakról, ügyfélkapuról beszélgetünk majd. Akkor is várom Önöket, minden jót kívánok, viszontlátásra!